Sziasztok, srácok! Itt folytatom a mai részt a Tokebukában. Itt ugyanúgy Zoja vagyok. Ez lesz a Tokebuka 23. része. És annyira nem is húznám az időt, mert ma úgy döntöttem, hogy be fogom nektek mutatni a kórházat. És akkor az ugye több ideig tart, amíg bemutatom nektek, szóval nem is húznám az időt, és kezdjük is. Menjünk az első emeletre. Na, itt is vagyunk az első emeleten. Először megmutatom nektek az egész kórházat. Átmegyünk, mondjuk, vele. Balázzsal. Akkor, Akkor bemutatom nektek a kórházat, először a emeleteket, és aztán mutatom a szíkeriteket, hogyha bemutattam az összes emeletet. Szóval, akkor kezdjük is. Itt ugye van ilyen gépecske, ide mennek a koszos ruhák, ez a mentő, itt fekszik a néni, itt vannak a dolgok, aztán ezt ide lehet rakni, ezt ide rakhatod. Szóval szerintem elég jó a kórház, szerintem a legjobb az összes közül. És ahogy lássátok, hogy van itt egy gomb, akkor az majd a secret lesz. Ha bemutattam ezt az emeletet nektek, akkor mindjárt bemutatom a secretet is. Itt ugye lehet a kávét önteni, meginni. Amúgy ez olyan cuki kis robotka itt meg ő. Aztán itt van a telefon, meg tudsz nyomkodni, hogy hova hívjuk az embert. Ki tudod nyitni ezzel itt a liftet és becsukni. Itt vannak ugye az emeletek, mutassa őket. Mit csönget? Na mindegy. Itt ugye vannak ilyen ruhák. Aztán vannak itt paciens ruhák is. Egyik, másik. Orvosruhák, maszkok, műtéti sapkák. Aztán itt van az ülőgarnitúra, itt ugyanúgy ki tudod nyitni ágynak. Itt ilyen, hogy mintha sérülések, hogy el van törve valamit, vagy ilyesmi. Jó, ez egy kis hűtő. Aztán itt vannak ilyen szemkötők, hogyha vak lennél. Na. Szóval szerintem elég jó ez a kórház. Aztán itt ugye újság. Törölközők, át tudsz öltözni is bele. Aztán ez a földre van, ez is, ez a mosópor, nem mosópor, de az a hasonló, nem tudom most, hogy hívják, de mindegy. Aztán ezzel tisztítod az ablakokat, ez a szennyes kosár, ez a takarítónőnek a... Na, eddig pedig nem tudtam átöltözni. Jó, aztán ugye ezek a szekrények. Szóval, itt van ugye a mosógép, törölközők, ezen rajta, aztán megint egy kosár a szennyesre. És most jönnek a szíkritek. Takarjátok el ezt, nyomjátok meg a gombot. A törölközők mögött is van egy gomb, azt is nyomjátok be. A harmadik szekrényben is van gomb, azt is nyomjátok be. Aztán kicsit tovább megyünk.
itt van egy gomb, és itt van egy gomb. Ahogy hallottátok, akkor bekapcsolt, és ki tudjuk nyitni azt, ezt. Nézzétek, mi történik. Van itt egy titkos helység, és hogyha ezeket itt kiássátok, kaptok két gyémántot, egy pókot, valami szemetet, lámpát, aztán vannak itt ilyen csontvázók, kalap, és ilyen, meg csont. Aztán van itt egy ilyen lajhár, ilyen hatalmas lajhár. Jó. Jesszus, ez még pittyog is, hogy valaki berabol. De jó. Így. Aztán ide bele lehet valamit rakni, mondjuk rakjuk bele. Talán. Ja nem, azt csak be kell nyomni, jó? Ezt a széket föl lehet húzni, ami elég vicces nekem. Föl le. Szóval, nekem tetszik ez a kórház nagyon. Aztán át lehet kapcsolgatni, hogy mi legyen. Ki lehet kapcsolni, be lehet kapcsolni. Itt vannak ilyen tabletták, amitől forró, vagy nagyon forró. Aztán, ahogy lássátok, van ilyen is, amitől habzik a fejed, és egy ilyen is. Szóval elég jó. Igya meg. Ne igyon tiszta vizet. Igyon csak tiszta vizet, mert így soha nem fogja befejezni. De fejezd már be, ember. Így már befújja. Nem. Aj. Na mindegy. Aztán itt van ilyen kis, ahol alszanak. Ő is tud aludni. Itt van ilyen kis helysége. Kávét is tud inni és aludni is. Szóval ez elég jó. Várjatok, hogy ez az elleni tabletta? Nem, és ez? Nem. És ez? De, jó. Befejeztem. Oké, aztán itt ki tudod ugye abba önteni a folyadékokat, beleönteni ezekbe, és tovább önteni őket. Szóval ez elég jó. Menjünk is a következő emeletre. A következő emelet az a nulla. Menjünk is. Itt is vagyunk, srácok. Ez a nulla. Nullás emelet, bocsánat. Itt vannak ilyen tabletták. És egy sárga is van. Itt egy szemüveges bácsi, itt is ugye, ahogy lássátok, vannak ilyen tabletták. Kamerát be tudod kapcsolni, várakozni, ugye. És itt van a parkolóhely. Menjünk a másik oldalra, és itt ugye ki tudod húzni, hogy hanyadik legyél. Itt 10-ig van. Aztán tudsz ugye vizet ott engedni. Itt van. Olyan helység, ahol tudsz magadnak venni élelmet és vizet. Szóval ez elég jó. Aztán itt tudsz választani magadnak ilyet. Esetleg így valami banánnal megeszi. Megissza. Szóval ez a kórház nekem nagyon tetszik. Jó, vegyük le a tálat a kezéből. Így. Itt tudsz venni magadnak ilyeneket, játékokat is. Itt ilyen van, aztán itt ugyanúgy kaja van. Itt vannak a szószok, chili, ketchup. És aztán van itt egy secret, hogy ki tudod nyitni ezt,
és van ilyen kicsi cuki lajhár. És amúgy ezekből a lajhárokból, mindenféle lajhárokból lehet gyűjteni egy egész családot, csak nekem nincs meg az összes ház, amiben vannak a lajhárok, szóval én még nem csináltam. Aztán itt van, mintha olyan eltemetve valaki. Szóval ez elég jó, aztán tudod ugye gyújtani a gyertyákat. Jól van, menjünk a következő emeletre. Az az első emelet. Itt vagyunk az első emeletem. Itt, ahogy lássátok, itt lehet tesztelni az embereket. Itt ugyanúgy ilyen van. Amúgy elég cuki, hogy van egy macskaorvos is. Aztán itt ugye megint vannak ilyen tabletták, ruhák, mindenfélik. Aztán mehet vele röngelre menni. Ez olyan kis bacillus, ha jól tudom. Azt ide is rakhatjuk. Igen, mert az összes azt a hangot adja ki. Ide le tud szűni. Kaja innivaló. Aztán vizeletek, folyadékok, ilyesmik, amiket át tudsz önteni máshova. Ó, nézzétek, milyen kicsike. De cuki. Aztán itt ugye, hogy mit látsz benne. Aztán itt le tudod vizsgálni CT-vel. Vagy nem tudom pontosan, hogy mondják. Aztán itt vannak ilyesmi kaják. Aztán újság, növény, könyvek. És itt ugye tudod nézni, hogy az ember beteg-e. Jó, akkor menjünk másik felére. Itt ugye várakozni lehet. Itt van egy kopasz bácsi. Aztán itt vannak ilyen szemkötők megint, maszkok, mintha el lenne törve. Amúgy ez milyen fura, hallod már? Jó. Műtősapkák, mindenféle ruhák. Aztán itt el vannak törve a lábaid. Mindenféle műtőruhák, lényegében meg ruhák. Itt van egy szív, itt van egy agy, vakbél, ha jól tudom, hogy az-e az, és amiben ugye lélegzünk, a tüdő. Aztán itt ugye tudnak operálni, hogy éle, vagy nem él. Szóval ez elég jó. Aztán itt is van egy olyan lajháros dolog, ahogy lássátok. Itt ki lehet kapcsolni a lámpát. Szóval aztán itt van egy spongja lényegében. És akkor ez is lett volna az első emelet. Menjünk a másodikra, és aztán megyünk végül a harmadik emeletre. Itt is vagyunk, srácok. Akkor ez a második emelet. Itt ugyanúgy vannak ilyen ruhák. El van törve a keze, itt semmi, csak ruha. Itt meg el vannak törve ugyanúgy a lábai. Szóval, aztán, hogyha megnyomod, mit akarsz, kiadja neked. Megeszed. Finom. Jó. Itt ugye tudsz játszani gyerekekkel mindenfélét. Vagy pedig csak a gyerekek játszanak. Itt le tudsz ülni, ugye. Itt is vannak tabletták. Itt is vannak ezek a veszélytabletták. Ahogy lássátok.
és ez visszahozza őket. Megint, és visszahozza. Szóval ez elég jó. Aztán vannak itt, ugye a látogatószobákban emberek, valakinek el van törve egyik lába, valaki így néz ki. Amúgy nem tudom, hogy ez normális-e, de elég fura az a kicsi gyerek. Aztán van itt egy dudia, meg egy törölköző. Itt tudnak rajzolni. Itt vannak a vizeletek. És egy cuki olyan. Aztán itt a WC. Itt ugye van ilyen ruha, hogy el van törve az egyik kezed. Itt ugye tudsz ugyanúgy aludni, mindezekben. És ahogyha megnyomod ezt a gombot, akkor vagy fölkelsz, vagy mész aludni. Jó, menjünk a másik oldalra. Itt vannak ugye, ahogy lássátok, a kisbabák. Itt van egy lajhár kisbaba a családhoz tartozva. Dudik is vannak. Üvegek. Van egy ilyen újság. Itt van kettő ikertestvér az anyukának. Itt vannak ilyen ruhák. De amúgy a fiú úgy néz ki, mintha kövér lenne. Ugye? Aztán ilyen sapka, törölköző ugyanúgy. És egy kék gyémánt ismét. Itt le tud zuhanyozni. Itt nézik, hogy van-e babád vagy nincs. Aztán itt le tudsz feküdni, és megvizsgál a doktor, az orvos. Na, ez volt a második emelet, és menjünk az utolsó emeletre, és az a harmadik emelet. Menjünk. Itt vagyunk az utolsó harmadik emeleten. Itt ugyanúgy van ilyen, hogy kiadja, amit akarsz. Itt vannak ugyanúgy ruhák. Itt van a Lajhár családhoz még egy tag. Itt ugye tudsz ugyanúgy várakozni, itt egy kisgyerek van. Tudsz enni gyümölcsöt. Aztán itt is le tudsz zuhanyozni, itt van egy víruska. Aztán itt tudsz vécézni, ahol van egy galambocska. Itt is ugye vannak olyan gyógyszerek. Ilyen is van. És visszahoz. Itt is vannak gyógyszerek. Már kicsit agyamra megy, hogy mindenhol csak gyógyszerek vannak. És aztán nyugodtan írjátok le a kommentekbe lent, hogy hogyan folytassam a 24. részt a Tokabokának. Rátok hagyom, bárhogy gondolhassátok, és írjátok le. Aztán itt ugye látogatószobák ugyanúgy. Bőrönd, ruhák vannak benne. Itt ugyanúgy. Itt vak. Így a szemüveggel. Aztán itt tudsz menni a tolószéken, ugye. Neki el van törve mind a két keze, mind a két lába. Tudsz várakozni, van itt egy cápaplüss. Aztán itt van egy rákos lány, ha jól tudom, hogy lány. Itt van ugye, hogy eltakarja. És itt van egy öreg bácsi. Jól van, srácok, ennyi is lett volna ez a mai videó. Remélem tetszett ez a videó. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok föl. És tényleg várom, hogy hogyan folytatnátok ti a 24. részt a Tokabokának. Zoja voltam, sziasztok!